Az MTK kerete is jelentősen átalakult a nyáron. A klubhoz érkezett többek között Vakter Fanni, aki Diósgyőrből tette át székhelyét a fővárosba. Kicsit szokatlan még, mivel azért tényleg sokkal nagyobb a város, mint Miskolc volt, viszont úgy gondolom, hogy kezdek egyre jobban beleszokni, már úgy a tömegközlekedés is egész jól megy, és vannak olyan helyek természetesen, amik nagyon tetszenek, oda ki szoktunk járni, sétálni, úgyhogy végül is nagyon jól érzem itt magam. A középpályás az elmúlt 4 szezonban 2 bajnoki bronzérmet szerzett a miskolciakkal, 2-szer pedig bejutott a Magyar Kupa döntőjébe is. Fanni az MTK színeiben szeretne a bajnoki döntőig menetelni. A csapatunk egy nagy átalakuláson ment keresztül ezen az átigazolási szezonon. Úgy gondolom, hogy nagyon sok volt az új arc, ezért mindenki kell ahhoz, hogy most egy nagyon jó csapatot tudjunk építeni. A stáb is igyekszik minél több közös programot szervezni a lányokkal, hogy tényleg minél jobban összeszokjunk, minél jobb legyen a hangulat, és hogy tényleg minél jobb eredményeket tudjunk elérni. Szeretnék bajnoki döntőben szerepelni, ugye én még ott nem tudtam játszani sajnos, viszont ez a céljaim között szerepel, valamint szeretnék egy kicsit túllépni azon az árnyékomon, amit Diósgyőrben mutattam, szeretnék fejlődni, szeretném egy új arcomat megmutatni. Kicsit fel kell nőnöm a feladathoz, ahhoz, hogy a hátamon tudjak vinni egy csapatot, úgyhogy én tényleg mindent meg szeretnék tenni annak érdekében, hogy sikeresek legyünk, és hogy tudjanak rám számítani. Ez egy teljesen más játékstílus, úgy gondolom, más játékosokkal, úgyhogy igazából minden más, nehéz lenne egy dolgot kiragadni, hogy most mi az az egy valami, de teljesen más az üteme a dolgoknak, ahogy a játékosok érkeznek, minden. Fanni fejpántja már védjegyévé vált, enélkül már sosem lép pályára. Ugye nekem nagyon sok babajam van, és az ilyen véknyabb fejpántok ezt nem tudják megtartani, úgyhogy még ezt annó apukám találta ki, ez egy nagyon egyszerű kis gumi, amit a méteráruban meg lehet vásárolni, viszont annyi a különleges benne, hogy ezt mindig apukámnak kell összevarnia, mert akkor lesz jó. Vakter korábban szerepelt az U17-es és az U19-es válogatottban is, a felnőttek között pedig 2018-ban debütált a Fehér Oroszország elleni Balatonkupa bronzmérkőzésen. Én nagyon szeretnék oda kerülni a válogatotthoz, természetesen minden sportoló azért dolgozik, hogy egyszer a címert magán tudja viselni, és én is szeretnék már végre oda kerülni, szeretnék szóhoz jutni ott is, nyilván ezért is dolgoztam mindig. Céljaim között szerepel az is, hogy minél többet tudjak játszani, és minél több gólt tudjak szerezni a válogatottban.